Kiállítás nyílt a Madách Színház tolnai szalonjában, ahol Kerényi Imre emlékének adóztak, aki 15 éven keresztül volt a Madách Színház igazgatója és művészeti vezetője. A helyszínről Dobos Evelin jelentkezik. Szia Evelin! Köszöntöm a nézőket, szia Noémi! Kerényi Imre sok-sok arcát megismerhetik, hogyha ellátogatnak erre a kiállításra, megismerhetik a színházigazgatót, a színházcsinálót, a rendezőt, a tanárt, a közéleti szereplőt, és hát rengeteg arcát, ami összeköti talán ezeket az arcokat, az a szenvedély, ami benne volt. A szenvedély és a Madách Színház. Ugye a Madách Színház nagyon boldog, hogy ezt a kiállítást megnyithatja és megmutathatja a közönségnek egy ilyen nagyon jelentős színházcsinálónak a történetét. Kerényi Imre és a Madách Színház ezer szállal összekötődött, rendező volt itt, színházigazgató, és hát számtalan nagy sikerű előadást rendezett nálunk. És még a felújítás is az ő nevéhez fűződik. Az, hogy ma a Madách Színház egy ilyen csodálatosan korszerű színház, az nagyban 1999-2000-es felújításnak köszönhető, amiben Imrének oroszlán része volt. Tehát az, hogy mi most a világ nagy musicaljeit el tudjuk játszani nagyon magas színházi technikával, az akkor alapozódott meg abban a felújításkor. Úgyhogy nagyon sokat gondolunk rá, és sokat köszönhetünk neki. Most a megnyitón sok-sok vendéggel is jött, volt tanárok, volt kollégák, volt színházi kollégák, tanítványok, és hát Piros Ildikó nyitotta meg, ha jól tudom. Piros Ildikó a Madách Színháznak egy kiemelt, ünnepelt művésznője volt, és most is az, és egy rendkívül szép megemlékezést tartott. Tulajdonképpen egy megnyitót, megemlékezést Adi verssel, József Attila verssel és egy Latinovics könyv idézettel nagyon pontosan stimmelt az elmondotta Kerényi Imre gondolataira, típusára, alkatára. Nagyon megható volt. A bevezetőben ugye említettem, hogy ez egy nagyon sok arca volt, és talán kívülálló színházlátogatók lehet, hogy nem is tudtak erről a sok-sok arcáról, de most azért biztosan meglepődnek, hogyha ellátogatnak ide. Ez a kiállítás a Madách Színházban 6 héten keresztül nyitva van, és a esti előadás közönsége láthatja, és láthat egy nagyon sokoldalú, nagyon szenvedélyes, nagyon impulzív művésztnek a nagyon sok arcát. Nagyon szépen köszönöm. Arra biztatom a nézőket, hogy látogassanak el Madách Színházba, nézzék meg az előadásokat, és a szünetben pedig ezt a kiállítást. Erre egészen január 19-éig van lehetőségük.